Augusztus 26-a van, szerda, szép napot kívánok mindannyiuknak. Egy ritka név viselői az Izsók ünnepelhetők ma nevük okán. Hát kis sok boldogságot, bár sok Izsó szerintem nincsen. Hát meg a szülinaposokat se felejtsék el. Duró Dóra az első vendég ma reggel itt a műsorban, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Kulturális Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szerepelt egy másik tévé másik műsorában, és azt mondta, hogy a normális gyerekek tanuláshoz való jogát kellene előtérbe helyezni. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy de hát ki a normális gyerek, és azt ki tudja megmondani? Jelenleg is vannak olyan szakértői bizottságok, akik megállapítják akár azt, hogy iskola érette egy gyerek, amikor az iskolába mennek az óvodából, és számos más ügyben is ezek a bizottságok hoznak döntéseket, hogy milyen gyerek milyen fejlesztésre szorul, milyen segítségre, plusz pedagógiai szolgáltatásokra, és úgy gondoljuk, hogy az ő feladatuk lehetne, nyilván bevonva számos más, akár a szociális területen működő hatóságot is, arra, hogy megnézzék a gyerekeknek a családi hátterét, illetve az iskolában a magatartása alapján lehet nyilván eldönteni azt, hogy hogyan viszonyul a társaihoz, hogyan viszonyul a pedagógushoz, akar-e tanulni, beilleszkedik-e az osztályközösségbe, és annak a normális rendjét zavarja, vagy nem. De a különböző fejlődési szakaszban lévő gyerekek, még akár egykorú különböző fejlődésben lévő gyerekek is, hát a normalitásnak egészen másfajta jeleit mutatják. Lehet ott egy gyerek normális, hogy még nem tartott, vagy már túl van a többieken, és meg ezért látják kilógónak egy osztályból. De a normalitás egy veszélyes szó. Így van, de ezeket az eseteket a pedagógusok, illetve a szakértői bizottságok, szociális szakemberek tudják kezelni, felismerik, hiszen ez a szakmájuk, ehhez értenek, és ők azok, akik el tudják dönteni, hogy szükség van arra, hogy beavatkozzunk a gyereknek a fejlődésébe, a motivációjába akár, tehát ezek az emberek, a szakértők, akik értenek hozzá, ők ezt nagyon kiválóan el tudják dönteni. Ne érezzek egyfajta cigányellenességet és szegregációs szándékot a normális és a nem normális gyerekek meghatározás mögött? Egyáltalán ne. Nem teszünk különbséget etnikai hovatartozás alapján gyerekek között. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a többségében cigány gyerekekkel vannak ilyen problémák azokon a területeken, illetve azokon a területeken, ahol több cigány gyerek jár egy adott osztályba. De ez nem jelenti azt, hogy a cigány gyerekek csak abnormálisak lehetnek, és azt sem jelenti, hogy nincs olyan magyar gyerek, akivel minden rendben lenne. Mindjárt mond, aki abnormális, ebből ez következik. Az abnormális az mit jelent? Jól elragadunk ennél, én tudom, de szerintem ezt fontos értelmezni, mert hát annak egy kulturális bizottsági elnök egy ilyet mondanak, súlya van. Különböző lehetőségek vannak, és talán nem is ez a legjobb szó arra, ami itt jelentkezik, de úgy gondolom, hogy azok, akik ebben élnek, rendkívül pontosan tudják és érzékelik, hogy miről beszélek. Vannak olyan közösségek, ahol a gyerekek egy csoportja, vagy akár csak egy-két gyerek nem akar beilleszkedni az osztályközösségbe, nincsen motiváció. Tehát akkor a beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekekről beszélünk igazából? Róluk is beszélünk, de hát ennek nagyon sok változata lehet, hogy milyen probléma lehet egy adott gyerekkel, amikor beavatkozásra van szükség, pedagógiai segítségre van szükség. És azt mondjuk, hogy javarészben a cigány származású gyerekek? Most pontos statisztikát nem tudok, de az országjárásom során azt tapasztaltam, és arról számoltak be a pedagógusok is, illetve szülők is, hogy azokon a területeken van inkább probléma, igen, ahol magasabb a cigányság aránya. Nagyjából egyetért a pedagógus szakma jelek szerint, meg a politikai pártok képviselői is, hogy a 9 osztályos általános iskola az jó ötlet lehet. Önök azt mondják, hogy hát ne az általános iskolában legyen még egy osztály, és ne az alsó tagozatban, hanem inkább a középiskolásokat emeljük fel valahogy. Nem pontosítanék, ez egy felvetés volt, ez nem az álláspontunk, de a 9 osztályos általános iskolával kapcsolatban a Nemzeti Pedagógus Kar végzett egy felmérést pedagógusok körében. Ennek a felmérésnek az lett az eredménye, hogy ők elutasítják ezt, tehát a gyakorló pedagógusok ez szerint a felmérés szerint nem támogatják. A felmérés ideje még nem zárult le, amikor találkoztam személyesen is Horváth Péter elnök úrral, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével, és ő is hasonló szkeptikus gondolatokat fogalmazott meg, amit egyébként ennek a felmérésnek az eredménye is mutatott. Ugyanakkor azt látjuk az oktatásban, hogyha az elmúlt 5 évre a Fidesz kormányzati időszakára visszatekintünk, hogy kapkodás van, nincsen egy jövőképe a kormányzatnak arról, hogy milyen is legyen az iskola, milyen lenne a jó iskola. Hatalmas változásokat vezényeltek le az elmúlt 5 évben, létrehozták a klikket, pedagógusok minősítési rendszerét, a tankönyvpiacot teljesen átalakították, most pedig egy
megint egy teljesen új rendszert szeretnének létrehozni, úgy, hogy még az előző rendszerből adódó hibákat sem tudják kijavítani. A Klik működése elképesztő nehézségekkel küzd, nem válaszolnak egyáltalán kérvényekre hónapokon keresztül, a kifizetések is csúsznak számos esetben a pedagógusoknak. Önök például a Kliket megszüntetnék? Az egész állami fenntartásba vételnek az volt az alapvető célkitűzése, és ez helyes, hogy a különbségeket csökkentsük az iskolák között, hiszen Magyarországon nagyon meghatározó az, hogy egy gyerek milyen családba születik, milyen az anyagi háttere. De hogyha a kormány továbbra sem teszi oda a megfelelő forrást a Kliknek az állami fenntartásban, akkor teljesen fölösleges állami fenntartásba venni az iskolákat, hiszen a forráshiány így is jelentkezik. Szóval visszaadnák azokat? Vagy a Kliket finanszíroznák jobban? Bármelyik megoldás jobb lenne, mint a mostani. A mi modellünkben az önkormányzatok és az állam közös fenntartásában működnének az iskolák. Egy olyan rendszert kellene alkotni, ahol azoknak az önkormányzatoknak, amelyek jó gazdái voltak az iskolájuknak a Klik létrejötte előtt, nekik meg lehetett volna hagyni nagyobb beleszólást, hiszen plusz szolgáltatásokat tudtak a gyerekeknek adni, magasabb színvonalú oktatás folyt, mint az országos átlag, és jobb eredményeket értek el a gyerekek. Itt semmiféle állami beavatkozásra szükség nem lett volna. Azokon a területeken viszont, ahol leszakadóban vannak a gyerekek, és a szegénység a társadalmi olló kinyílásához továbbra is hozzájárul az, hogy ott alacsonyabb színvonalú oktatásban részesülnek, ott kellett volna elsősorban az államnak beavatkozni. Ugyanakkor a döntési jogok tekintetében az önkormányzatoknak ezt a mértékű kizárását az oktatásból, mint ami most megjelent, ezt semmilyen módon nem tudjuk elfogadni. Az egy új elem, de csak számomra valószínűleg, hogy a leszakadt térségek oktatását javítanák, ezt most hallom öntől először. Valószínűleg azért, mert a szegregáció, antiszegregáció kérdése ezt mindig egy kicsikét elfedi. A szegregált iskolák elképzelése az ön nevéhez fűződik a Jobbikban, ugye, mint a Jobbik ezért felelős politikusai? Hát ez egy csapatmunka, az oktatási kabinetünk szakértői azok, akik kidolgozzák az a programukat. És a szegregált iskoláknak is többet juttatnának, vagy az egy egészen másfajta elbírálású iskolai típus lenne? Hát szegregált iskolákról beszélni ilyen módon szerintem nem indokolt. Hát önök szoktak erről beszélni, hogy azt kellene tenni. Szükséges az, hogy azokat a gyerekeket a szélsőséges esetekben, akik nem tudnak vagy nem is akarnak beilleszkedni a normál osztályokba, őket kiemeljük azokból az osztályokból, és például bentlakásos iskolákban neveljük őket. Tehát hogyha ezt plusz forrásként tekintjük, akkor lehet arról beszélni, hogy plusz forrást kapnának. Ugyanakkor felvetődik az, hogy ilyen esetben, hogyha az állam látja el azokat a feladatokat a bentlakásos iskola révén, amit a családnak kellene, akkor a családi pótlékból például lehetne finanszírozni, illetve a kollégiumi normatívából, amit más kollégisták is megkapnak. Hát ezzel a különbségeket növelik változatlanul. Pont arról beszélt az előbb, hogy az egy pozitív ötlet, hogy az iskolák és a diákok közötti különbségeket csökkentsék. De hát ez növeli, nem beszélve a családok közötti különbségekről. Én úgy gondolom, hogy csökkenti, hiszen a bentlakásos iskolák olyan alapvető normál körülményeket tudnak biztosítani a gyerekeknek, amiket otthon nem kapnak meg. Zala megyében, Csapi településén most is működik bentlakásos iskola, ahol nagy részben hátrányos helyzetű gyerekek vannak, cigányok és nem cigányok is egyébként, és ott is nagyon sokszor olyan körülmények közül érkeznek oda a gyerekek, ami hatalmas szegénységben élnek a szülők, és ott tudják egyedül megtapasztalni, hogy milyen fűtött szobában aludni, tiszta ágyneműbe feküdni, normális fürdőszobában fürödni. Tehát ez segít, igen. Hát jó, meglátjuk, hogy ez a modell ez mennyire működőképes társadalmi szinten. Ezt az egy példát mindig elmondja, ezt már múltkor is, amikor itt erről beszélgettünk, hozta ezt az alamegyei példát, hogy ez működik. Ez a 70-es évek óta működik, hát tehát azért ez... Nem egy új ötlet, de nem is feltétlenül a szegregációról szól. Nem tudom, hogy minek nevezzük, én bentlakásos iskolának nevezem, jó. És ebben hiszem. Azt mondják, az ön sajtótájékoztatója is erről szólt, hogy hát irreális terheket ról a családokra az iskola kezdés, ez így van, amióta az eszünket tudjuk. Van olyan párt, ez a DK, amelyik ebből az alkalomból gyűjt is azoknak, akik a legnagyobb bajban vannak. Önök mit tesznek?
Természetesen vannak olyan javaslataink, amikkel könnyítenénk a családok terhét. Például kezdeményeztük azt, hogy a gyermekneveléshez szükséges cikkek áfáját 5%-ra csökkentsék. A gyermekneveléshez szükséges cikkekben elsősorban például a tanszerek, illetve ruhák vannak benne, amik szükségesek ilyenkor az iskola kezdéshez, és szeretnénk, hogyha ezt is megfontolná a kormány. Ez egy olyan családpolitikai intézkedés is lenne egyben, ami hosszú távon is segítséget nyújtana a családoknak, hiszen reméljük, hogy minél tovább járatják iskolákba a gyermekeiket, és ez hosszú éveken, legalább az általános iskola 8 évén keresztül, illetve középiskolában is segítséget nyújthatna, érdemi segítséget, minden évben visszatérő segítséget. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan javaslat, ami ilyenkor megkönnyíteni a családok. Mit mondott rá a kormány oldal? Hogy nincs rá lehetőség. Emlékszünk arra, hogy az alapvető élelmiszerek esetében maga a kormány is, még amikor ellenzékben voltak 2010 előtt, többször kezdeményezte, hogy csökkentsék az áfáját ezeknek a termékeknek, most pedig, amikor kormányon vannak, most visszautasítják ezt a lehetőséget. Szijjártó Péter volt például, aki beterjesztette ezt a javaslatot, és kormányzati nyekergésnek nevezte akkor a szocialisták által történt érvelést, amivel visszautasították ennek a bevezetését, most pedig, amikor kormányon vannak, most pedig ők sem. Ezek szerint csak a nyekergés állandó. Egy utolsó téma, tényleg bevetnék a hadsereget a déli határon? Úgy gondolom, hogy látható az, hogy ez a kormány által szorgalmazott játékkerítésé vált építmény, ez egyáltalán nem alkalmas arra, hogy megvédje Magyarország határait. Már a Jobbik az előző ciklusban is azt mondta, hogy személyi jelenlétre van szükség, és a határőrség visszaállítását kezdeményeztük, most pedig a mai elnökségi ülésen fogja az országos elnökség vizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen jogszabályi keretek között lehet a Magyar Honvédséget is bevetni. Hát állítólag ez tegnap a Nemzetbiztonsági Kabinet ülésén szintén felmerült, és még nem szivárgott ki a döntésről az információ. Lehet, hogy nyitott kapukat döngetnek. A Fidesz rendre elveszi az önök ötleteit, és sajátjaként mutatja meg? Előfordul az ilyen sajnos, ugyanakkor örülnénk neki, hogyha az összes ötletünket átvenné, mert akkor rendbe tenni az ország ügyeit. Hogyha a Jobbik programját valósítaná meg teljes egészében, annak mi örülnénk a legjobb. Tényleg? És akkor önök mit csinálnának? Bármit, ami építi az országot. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm.